ami most van, ez nem új keletű nevetlen faluban, ez már évek óta ez megy, és mindig próbálom megoldást találni. Természetesen az elkerülő út lett volna a legmegfelelőbb, de elkerülő utat, annak idején nem hagytak ki az elkerülő útra a helyet, a földek, mikor adták szét fel a földeket, ez szinte lehetetlen megvalósítani, azért, mert szét van adva a földek kis parcellákba, úgymond legalább 140-150 emberrel kellene úgymond megváltoztatni a földnek a konfigurációját, vagy elvenne a földet. Vagy, és akkor mind, szinte minden ember kell, hogy adjon erre úgymond beleegyezését, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen, ezért a megoldás mindenképp a terminál volna. Viszont mi valamikor 2017-ben, vagy 16 ban már volt egy megállapodás, hát átment a járási tanácsülésen, megyein is, és létre lett, ki lett alakítva, úgymond, egy idéglenes, ilyen áteresztő pont, ami a Batártron kívülre szorítaná kamionokat, vagy a mikrobuszokat is akár, az, az akkori önkormányzat, a nevetlen folyó önkormányzat betett oda egy kis ideiglenes helyiséget, illemhelyel van mellette, aztán egy ilyen sorompó is létrehoztunk ott, ami mi, szóval lényegében az alapvető körülmények megvannak arra, hogy ott ez működjön ez, a, ez, a, ez az áteresztő pont. Csak persze kell a megfelelő hozzáállása úgy a határos szolgálatnak, mint pedig a rendőrségnek. Mert a határős szolgálat nélkül, az akarata nélkül és a rendőrség nélkül ez persze nem fog működni. Nem fog működni úgy, hogy az, az működőképes legyen, mert hiába teszünk oda ki nem tudom hány eh, ideiglenes áteresztő állomást, hogyha soron kívül beengedik a soronpónál az autókat. Úgyhogy ezt, ha ki tudjuk ezt szűrni, és meg tudjuk így akadályozni, és időben jelzi a határőrség a rendőrség felé, hogy igenis kezd felgyülemleni a sor, és szükséges kithelyezni helyezni azt az ideiglenes posztot batáron kívülre, akkor gyakorlatban is fog működni a dolog. Tudni kell azt, hogy a, a mikor a mikrobuszok jönnek, akkor minden mikrobuszba ült 8-9 ember, akkor nagyon nagy tömeg volt, egy, egyértelmű, hogy, hogy konfliktusok akkor több és nagyobb, komolyabb konfliktusok voltak, mert mikor van egy tömeg, sajnos az a tömeg, mikor állni kellett egy-két napot, akkor nem mondtak ellent az alkoholnak sem, és igen sokan voltak, akik, akik úgymond nem józan állapotban voltak, de nem csak velük volt probléma, ez tény és való, hogy a, a, kamionok szintén ezt megengedik maguknak, hogy megisznek, mikor sokáig állnak. Viszont valamelyest igazuk van, mikor konfliktusok keletkeznek abban a kamionosoknak is, hogy ők állnak, egyik kamionos fog állni napok hosszat a határ előtt, a kétharmada pedig soron kívül fog menni, mert a második kört meg képes tenni addig, míg ő még mindig ott áll. És akkor ez persze, ez, ez felgyülemlenek az indulatok, és ez konfliktushoz vezet, ez mindenképp, és voltak nap, napi szinten voltak ilyen konfliktusok. Ezt Természetesen a végső megoldás az lenne, hogyha itt is, mint csapon lenne egy terminál, ahova beengedik a kamionokat, ott lepapírozzák, levámolják a kamionokat, és aztán onnan indulnak, ott persze, hogy a befogadó képesség annak a terminálnak kell, hogy legyen legalább egy két-háromszáz kamiont fogadjon be, és akkor ez rögtön levenné minden problémát.